a pár ideján nincs itt. Megvan. Másfél percembe került. De megtaláltam. Na, kezdjük előről. Üdvözlök mindenkit, Csatlós Csaba vagyok újra. És beszélünk ma egy kicsit a Kaptár 2-ről. Igen, említettem már, hogy a Kaptár trilógiát egy kicsit bontogatni fogom. Nos, hát a Kaptár 2 merőben más, mint a Kaptár 1. Habár a Kaptár 1-et is kicsit lehet eltúloztam, de csak egy hangyapacsnyit. A Kaptár 2 valamivel nézhetőbb. Nem tudom, hogy, de nekem valahogy a Kaptár 2 úgy szimpatikusabbnak tűnt, mint hogy egy kisvárosban szűk helyen megpróbálnak azért ottan még nem teljesen tudatosan, hogy miért zombikat ölni, mert nagyjából még nem tudták, hogy hogyan alakult ki a zombi, miért alakult ki, ki a felelős, és így csak így ölik, mert túlélés ösztön. Nos, a kettőben ott már minden más, ott el van rendezve minden úgy, ahogy kell. Azért az valami másabb lett. Nem kell félreérteni, ez is egy rossz film lett. A Kaptár 1-hez képest nézhetőbb. Tehát, miről is szól a történet? Egy 30-40 ember kocsikombolyokba próbál túlélni. Igen. Hát ez az alapkoncepció. Aztán raktak hozzá egy csipetnyi reménysugarat, mégpedig, hogy Alaszkában van még egy terület, ahová nem jutott el a fertőzés, oda kell nekik ugyebár eljutni, és még egy kis csipet bosszú állás, mégpedig aki kifejlesztette a T-vírust, ez a cég, ez nem olyan messze a kocsikomboly útvonalától tanyázik egy föld alatti bunkerszerűségben, na és oda akarnak levenni, hogy azt ottan kiiktassák. Igen. Így nagyjából ennyi a történet. Hát igen. Hát így most őszintén annyira nem készültem, csak már tényleg mondtam, hogy egy hét alatt mind a 4 kritikát meg akarom csinálni, és már itt a hétvégé, és még csak a második jutottam el, úgyhogy ez eléggé bánt. Na de nem baj. Tehát a alapkoncepció nem rossz. Alkopalipszis, vagy tökem tudja, apokalipszis sztori alap, zombik jönnek, meghalnak egy csomóan, és most eléggé zavarban vagyok, hogy nem tudok több mindent elmondani róla, tehát nézhető. Hogyha szereted a zombis filmeket jó akciójeletekkel, akkor ajánlom. A rendező Russell Mould, Michael. Tényleg az akciójeletek, amiről nemrég beszéltem, azok tényleg kreatívan meg vannak rendezve. Szintén ugyanúgy megtalálhatjuk ebben a részben is azt, mint az egyesben, hogy az Alice nevezetű főszereplő lány olyan mutatványokra képes, amire senki a világon, és nem mondok sok mindent, de csak annyit, hogy fokozódni fog. Tehát nem mondom, hogy mi lesz vele, de annyit elárulok, hogy fokozódni fognak a képességei. Én is nagyon bika csaj, de áó, tehát ez már szerintem kicsit túlzás lett. Na nem baj, meg annyit elárulhatok, hogy két lábon járó terminátoros kis csaj lesz belőle. Na mindegy, erre majd ti is rájöttök. Hát igen, hát a vége ugyanaz. Kinyírják a főellenséget, elindulnak a Alaszka felé, és hát igen, ez az alap elképzelés. Most ez egy rövid kritika volt, nem is akartam nagyon elhúzni. Még egy kis zárt üzenet
annak a bizonyos személynek nem akarok nemet mondani, biztos rájöttök ti is, aki tény, hogy az elméleti részéhez ért a kritikának. Na de viszont nem láttam még sajnos tőle egyetlen kritikát sem, úgyhogy úgy gondolom, hogy hiába tud valaki valamilyen szakterületnek vagy bárminek az elméletét kitűnően tudja, és bárkinek el tudja mondani, hogy ez itt ne csináld, mert ez nem jó, még te nem raksz le elém egy olyan videót, amiben megmutatod, hogy igenis te ezt jobban csinálod, addig én nem fogadom el tőled ezeket a kritikákat. Félreértés ne essék, tényleg, amiket mondtál, az 100%-osan igazak, én sem vagyok egy profi kritikus, sőt, még kritikusnak sem mondanám magam. Azért foglalkozok ezzel, mert nagyon szeretem a filmeket, és a következő megkérlek arra, hogy ne mondd meg nekem, hogy mit csináljak, mert hogyha fel szeretném rakni a videóimat a YouTube-ra, akkor fel fogom rakni a videóimat a YouTube-ra, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra.